Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Egyre több embernél lehet hallani, és biztos a tévénézők is, a Fehérvár TV-t nézők hallják, tapasztalják ismerősi körben, baráti vagy éppen családi körben. Allergiások, intoleránsok, több esetben jogos, több esetben pedig valami divathóbort. De nem csak az embereknél, az állatoknál, főleg a kutyáknál is hallom, hogy allergiás a kutyám. Minap hallottam egyik ismerősömtől, és én néztem ilyen tágra zárt szemekkel, csodálkozó pupillákkal és tekintettel, hogy lehet egy kutya allergiás. És utána egyre több embertől hallottam, közösségi oldalakon is írják a kutyám allergiás erre-arra. Gondoltam, hogy ennek utána kéne járni, hogy tényleg mennyire valós ez a dolog, mennyire a gazdáknak egyfajta magukból kiinduló divathóbortja, mennyire függ össze mondjuk, hogyha valós az allergia táplálással, táplálkozással. Vendégem a stúdióban dr. Lolászkó Gábor állatorvos. Szia, köszöntelek téged. Szervusz, jó napot kívánok. Na, mennyire divathóbort ez, a gazdák által diktált divathóbort, hogy a kutya allergiás, vagy mennyire tényleg egy létező jelenség? Nagyon létező jelenség, és nem divathóbort. És ezt jó hallani. Egyik a legkomolyabb problémáknak szerintem. A járványos betegségek háttérbe szorulnak, kutya és macska tartásnál, de az allergiából egyre több van, és nehezen megoldható kérdés. Ahhoz, hogy megértsük, ahhoz azt kell tudnunk, hogy persze az embernek nem kiváltsága se az immunrendszer, sem az immunitásnak a hibái, vagy az immunrendszer működésének a hibái, aminek az egyik eset az, amikor túlműködik, ez az allergia, ráadásul, illetve az allergia egy olyan túlműködés az immunrendszernek, ami szükségtelen, sőt, árt. Arra találta ki a jóisten az immunrendszert, hogy a szervezetet sokféleképpen védje. Igen. Ennek a bőrünktől, a légutak nyálkáján keresztül, a gyomorsósavig nagyon sok összetevője van. Az egyik eleme, hogy idegen anyagokkal szemben ellenanyagokat termel a szervezet. Ez arra való, ami a nevét is sugallja, jön az idegen anyag, jön az ellenanyag, összekapcsolódnak, megsemmisíti a szervezetet, megvédte. Így védekezünk a fertőző betegségek jelentős része ellen. Ez a nagyszerű működés sokféle idegen anyaggal szemben egyszerre védi a szervezetet. De előfordul, hogy a szervezet kórosan, tévesen egy idegen anyagot, ami nem ártalmas, nem jelent egészségű kockázatot, olyan veszélyesnek ítél, hogy rengeteg ellenanyagot termel ellen. Nem csak, hogy idegennek tekinti, hanem rengeteg ellenanyagot termel ellene. És mivel ez az antigén ellenanyag, idegen anyag és ellenanyag összekapcsolódása, ez egy mennyiségi jelenség, sok van ebből, akkor nagy reakció lesz. Mint egy csata idegennek, igen, saját nagy csata sok emberrel. Akkor ennek az elhárító reakció és nagyon heves lesz. Tehát például mindenki ismer, a parlagfű pollenje, az semmit se csinál. Ez egy indiferens anyag, az a növényvilág része, nem kéne, hogy az állatvilágot bármennyire is érdekelje. Vagy az embervilágot. Vagy az embereket, igen. De érdekli időnként, és méghozzá nagyon is érdekli, hogy a házi poratkának nem csak az ember szenved az allergiájától, hanem az kutyák is, egyik vezető ok, talán vezető ok a kutyáknál. A házi poratkának az anyagcsere termékeit idegenként felismeri a szervezet, termel ellenanyagot, rengeteget, és amikor találkozik legközelebb, beszippantja a földön fekvő kutya ezt a házi poratka anyagcsere terméket, ráront az ő rengeteg ellenanyag, és olyan heves elhárító reakció lesz, hogy ez okoz betegséget. De a kutyáknál, bocsánat, hogy belekérdezek, nincs kutyám, nem tudom, volt régen, de az nem volt allergiás, vagy nem tudtam róla. Kutyáknál hogy jön ki az allergia? Tehát milyen tünetek vannak? Jó a kérdés. Az embernél ismerjük az a viszket a szemünk, könnyezünk, orrunkat csafarja, vagy ráírják, tudod, hogy még a kockajáték is tartalmazhat mogyorót nyomokban, igen, és akkor ne nyerd le, mert... Igen, ne nyerd le, légy szíves, mert megfulladsz, vagy allergizálod. Igen, tehát igen, az embernél a légzőszervek érintettek, a kutyánál nem, hanem a bőr elsősorban. Igen? Macskánál pedig fele részben a bőr, fele részben a légzőszervek. Lovaknál is például a légzőszervek, kehesló, talán közismert, annak ellenére, hogy a lovakat nem ismerik az emberek, ennek ellenére a keheslovat azt a mesékből, igen, meg egyébekből ismerik, hát az is egy légzőszervi allergiás tünet gyakran. Szóval ahol ezek a sejtek vannak, amik ezeket az ellenanyag antigén reakcióra kiváltódó anyagokat kiválasztják, annak megfelelő tünetek. A kutyánál az allergia tünetei azok elsősorban a viszketés, szőrhullás, fülgyulladás, talpnyalogatás, vakarózás, tolja a pofáját a földön, csúszkál a fenekén, hullik a szőre, sebek keletkeznek rajta akár,
úgy tud kinézni, mint ahogy az emberek elképzeléseiben a rühes kutya kinéz. Uh-huh. Tehát kihullott szörtelesebek, gennyezik, büdös, állandóan a szemben. Tehát ez allergia lehet, hogyha ilyen van. Igen. Uh-huh. A vizsgálata az kizárásos alapon is történhet, megnézzük, mi jöhet szóba okként. Ha azokat mind kizártuk, maradhat ez. Illetve történhet erre célzottan vizsgálat is, ami elsősorban vérvizsgálatot jelent. Talán közismert, hogy színes korongokkal, vagy pedig bőrbe adott injekciókkal is lehet ezt vizsgálni. Annak a pontossága, töredéke, az irodalom szerintem 30% körüli, hogy mire allergiás ezeken a bőrtesztekben. Ezzel szemben a vérvizsgálatban, ahol konkrétan azt az ellenanyagot mutatják ki, ami aztán majd kiváltja a reakciót, az nagyon pontos. Ez drága, ez gondolom magánban megy, ez drága vizsgálat, vagy drágának minden? 17 éve küldünk ki vért az USA-ba. Ebből a célból. Ez nem is Magyarországon, hanem az USA-ban. Nem végeznek ilyen vizsgálatot állatoknál Magyarországon. Tehát akkor biztos nem olcsó, gondolom. Hát amikor nem olcsó, a nagyságrendje 200 000 forint a vizsgálatnak és az ehhez kapcsolódó kezelésnek. Ugyanis csak a vizsgálat kevés eredményhoz, erről egy pár szót mondanék. Aha. Szóval a vizsgálattal, ha vért megvizsgálod, elküldöd laborba, akkor megnézik a Kelet-Európára jellemző 91 antigénre, az egyesével meghatározzák, mennyi ellenanyagot termel, mondjuk a búzafehérje ellen, a csirkefehérje ellen, állandóan hallani erről, gászot válthatunk majd, teljesen tévesen már ezt rögtön mondom, na. De háziporatka, különböző virágpollenek, gyapjú, légy, macska, ször, egyebek, amik az állatot körülveszik. És ezután ennek az állatnak, aminek megvizsgálták így az ellenanyag szintjét, kialakul az allergia profilja. Vagyis, mire allergiás ez a kutya? Uh-huh. És ez sosem egy, sosem néhány, ez mindig sok ok, egyszerre sok ok. Én megnéztem több mint 1600 ilyen leletet kutyánál, az elmúlt 14 évnek a vizsgálata, 2 évvel ezelőtt lezárt mintákra vonatkozott, azért már régebben küldjük ki, de 14 évre néztem, igen. És az jött ki, hogy az átlag az 15. Amire allergiás. Amire egy kutya komolyan allergiás. Uh-huh. Sosem egy ok. És ami hozzátartozik, a negyede ennek táplálék, a háromnegyede meg nem. Hmm. Az irodalom azt mondja, hogy 10%-ban van önálló táplálékallergia, én egyet sem találtam ebből a viszonylag nagy mintából. Igen. Nemzetközileg példátlan egyébként ez a mintamennyiség. Tehát ez kellő rátekintést ad arra, hogy a kutyák mire allergiásak, és az jön ki, negyede táplálék, háromnegyede nem táplálék. Nézzük a táplálékot, mint legnépszerűbb, amit ezt az egyet nem tudom végighallgatni az ügyfelektől, amikor elkezdik mondani, hogy csirkeallergiás a kutya. Egyszerűen ez annyira bosszant, ezt olyan félrevezető, igen, hamis információnak tart. Ők ezt hallják. Uh-huh. Van olyan kereskedő hálózat, ami ezzel tömi az embereknek a fejét. Az eredménye például az, hogy csirkeallergiás, akkor adjunk neki más fehérjét. És ugye bizonyos méretű molekulához kötött ez, és ez jellemzően a fehérjékhez kötött az allergia. Tehát igen. Az annál kisebb molekulák nem váltanak ki allergiát, hát akkor a csirkehúsra ne csirkehúst adjon például bárányos tápot. Ez volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, ezzel kezdődött. Amíg ki nem derült, hogy a bárányos tápok jelentős része az a málna ízű szörpre hasonlít, tehát van benne alapvetően mondjuk csirkehús, és van benne 5% bárány, akkor az már bárányos. Az már bárány, igen. Uh-huh. Vagy szója, meg bárány. Uh-huh. És akkor azt gondolod, hogy az valami nagyon finomság, bárányhús az ugye, bárány az rinyet kis, kutyán van. Igen. Aztán közben egy kis marha fagyú rászorva, ettől lett az bárányos táp. Van másfajta is, de a piac telített, az olcsóbbak biztosan nem így készülnek. De az oda vezetett, hogy van, aki kenguruhúsból etett, az ügyfeleim között. Ne. Kenguruhúsból készült tápot etett, bölényhúsból készült tápot etett. Én nem is gondoltam, hogy a bölényt feldolgozzák erre a célra, hogy ezt lehet kapni, de van, aki bölényhúsos tápot, és volt még valaki, aki ilyen egészen különleges, az most nem és kutyának már aranyfogai vannak, gondolom, tehát ahhoz már jár mindenképpen ez a fajta és dolog. Szembesülünk azzal, hogy nem oldja meg a problémát. Igen. Azért, mert a táplálék az a negyedét jelenti, a háromnegyedét meg nem. De a látszólagos eredmények nagyon becsaphatnak, persze. Mert úgy tűnik, valami utána van, ez egy ismert összefüggés, utána tehát azért, de az persze nem ezt jelenti, ugye most kimegyünk, ki nem esik az eső, akkor az nem azért állt el az eső, mert leültünk ide beszélgetni. Utána tehát azért. És akkor változtatunk egy kaján, elkezdi enni, és utána elmúlik a tünet. Mert a virágok pollenjei azok bizonyos időszakonként
jelennek meg a levegőben nagy koncentrációban. Tehát amikor van pollen szezon, akkor a pollenallergia vezet, és például a tölgy az sokkal jelentősebb, mint az összes állati eredetű fehérje a kutya számára. Úgy általában a tesztek többségében. Egyedileg lehet, hogy nem, de a többségére vonatkozik ez. Vagy a perjék, az egy fűféle gyomnövény, az például sokkal jelentősebb. Vagy a házi poratka, a legjelentősebb ok a lakásban tartott kutyáknak az allergiájánál. Amit érthetünk is, hiszen a kutya, amikor fekszik, akkor a padlón 5 centi magasról lélegzi be. Mi az ágyon magasabbról lélegezzük be. Mondhatnánk, hogy belőlünk kihulló anyagcsereten, vagy korpán nő, akkor az biztos az ágyonban, de ahogy mozgunk, ahogy lekerül, az minden szétterül a környezetben. Tehát a környezetben sima porként ott van a parketten. Hogyha meg visszatérve a csirke allergiára, akkor az egy hülyeség, azt felejtsük el? Tehát aki... Inkább azt mondom, hogy a táplálék allergiát, ha ezt a negyedét vesszük a problémának, akkor az két részre osztik, növényi eredetű és állati eredetű fehérjék. A mérések alapján, tehát ami nem ilyen hiszek egyen alapul, hanem egy olyan igazi tudományos mérés, az jön ki, hogy az összes növényi eredetű allergia kétszer olyan fontos táplálékra vonatkozóan, mint az állati eredetű fehérje. Tehát a gabonáknak a fehérje sokkal fontosabb, vagy például, amire úgy nem gondolunk, az ételszínezőkre, a természetes ételszínezőkre, például a cékla, az nagyon gyakran köszön vissza a laborlapokon, ugyanis ha kapunk egy ilyen úgynevezett bárányos tápot, ami valójában szója egy pici bárányjal, akkor abból hogy fog látni a felhasználó pirosra festett húskockát? Ha persze. Hát abban nincsen. Pláne, ha tudjuk, hogy megsütsz egy szelet húst, az kifehéredik. Az nem lesz piros. Igen. Tehát de az öntudatos vásárló az ellenőrizni akarja a kereskedőt, nincs becsapva. A kereskedő, mint a sakkban, egy lépéssel előrébb gondolkodik. Pirosat akarsz találni az acskóval, akkor kapsz bele pirosat. Mivel az a piros az a feldolgozás során az elvész, hát teszünk hozzá, és teszünk hozzá például cékla eredetű ételfestéket. A cékla nem ártalmas. Tehát úgy kezdtük a beszélgetést, hogy az allergia egy téves szabályozás. Nem ártalmas, de megfestem neked az öntudatos vásárlónak pirosat, akarsz zöld, az meg zöld lesz, az meg sárga, és akkor ha a vásárló mondja, hogy 30% hústartalma, akkor megszámolja a gombócokat, stimmel. De valójában befestették bilágos neki, hogy elfogadja azt. Érezze a törődést, igen. 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 Szóval a tápláléknál nem ez az út választandó véleményem szerint. Hogyha vegyük a vallásszerűséget, nem használom inkább ezt a szót. Tehát vegyük azt az esetet, amit a legtöbben hisznek tévesen, ez a csirkehús allergia. Ez nem létezik, ez az összefüggés. A kutya egyszerre nagyon sokra allergiás, lehet, hogy éppen a csirkére is, de ha az a kutya növényre is allergiás, akkor arra átlag kétszerűen allergiás lesz. Például szójára, vagy a más növény eredetű fehérjére a táplálékban. És ennél fontosabbak az egyebek. Tehát akkor mit vehetessük a kutyát? Hát érdemes, annak ellenére, hogy csak negyede az okoknak a táplálék, azzal is foglalkozni méghozzá hipoallergén diétával. Tehát nem egy másik fajta kaját érdemes választani, hanem egy olyan speciális tápot, amiben nincsen olyan nagyméretű fehérje, amit az immunrendszer fel tudna ismerni. Vegyük azt a legrosszabb esetet, hogy igazad van a csirkehús allergiával, a te kutyát tényleg csirkehúsra is allergiás a másik 14 ok mellett, és mégis kapsz egy olyan tápot, ami csirkehúsból készült, mert ez egy olcsó fehérjeforrás és jó minőségű fehérjeforrás, de ezt kezelik. Egy olyan eljáráson megy át, hogy azok a nagy csirkefehérje molekulák fel legyenek darabolva. Az immunrendszer ezáltal elveszíti szem elől. Túl picivé válik. És ez a hidrolizálás, ez a szétbontása ennek a nagy fehérje molekulának, ettől már elveszti azt a sajátosságát, hogy az immunrendszer felismerje, mert az csak a nagy egész molekulát ismeri, a szétesettet nem. Így lehet neked egy egészen kiváló minőségű és árban jó speciális takarmány, ami biztosan nem tartalmaz olyan fehérjét. Ráadásul nem csak a csirkére, hanem az összes benne lévő fehérjére vonatkozik ez a hidrolizálás, tehát nincsen benne olyan nagy méretű molekula, ami allergiás lehetne. Tehát azt mondtuk, hogy a háromnegyede nem ez miatt, akkor hogy használhat a táplálék? Hát úgy, hogy nem a nulla a cél. Nem az a cél, hogy minden allergiás okot szüntessünk meg, mert az valószínűleg nem megy. Hanem az a cél, hogy egy elviselhetően alacsony szintre szorítsuk,
és akkor már nem lesz klinikai tünet. Aha, tehát, hogyha az átlag 15, legyen 16 a számlás kedvéért, 4 abból a táplálék, hipoallergén diétával már is lement 12-re az ok. Mindegy, mire volt allergiás, milyen táplálékra, a hipoallergén diétával nem lesz tünet. Maradt 12 ok, elvirágzik a fagyal, vagy elvirágzik a tölgy, még elment 2, uh-huh. maradt 10, és már nem viszket a kutya. Még egy kérdés, bocsánat, hogy mondtad ezt, hogy vértesztel lehet megállapítani, leveszi ugye az állatorvos a vért, kiküldi az USA-ba mondjuk Johnnak, John megnézi 200 000 forintért. Nagyon sokan ezt nem tudják megtenni nyilván. Akkor hogy lehet megállapítani, hogy mire, meg hogy... Azért ezt hagyd tegyem hozzá, ennek a költségnek az egyharmada az a kezelés, ugyanis egyedileg összeállított gyógyszert küldenek vissza az USA-ból, ami annak a kutyának az allergia profiljának felel meg, és egy 9 hónapon át tartó injekció sorozatban kapja meg ezt. Tehát ezek az egésznek a költsége tehát, volt ez. Tehát, hogy tokkalvonóval, hogy szoktuk mondani. Amúgy kétharmada lenne durván az a vizsgálat, de mire mész a vizsgálati eredménnyel, ha azt nem használod fel, akkor van értelme egy ilyen speciális vizsgálatnak, az egészet. Ha utána tényleg egyedileg fel is használjuk. És mi aki ezt nem tudja mondjuk, bár volt olyan, jó a kérdés, bár volt olyan, amikor nem került erre sor, mert például két belvárosban tartott Berni Pásztor viszketett, mint a fene, bőrtünetek. És visszajött, hogy alapvetően nád allergia. Hát a fejem fogtam, hogy nád allergia. Igen, mit fogok mondani a gazdának, mi az, hogy nád allergia. Meg nád és túlja allergia, hogy a belvárosban. Fingyásak ezek a kutyák, igen. Nagyon. És erre mondja, hogy tuják vannak, tele van tujával az udvar, de mivel a kutyák mindig kivizelték a tujákat, ezért körbe kerítették mindet náddal. Leszedtük a nádat, az úgyis kivizelt tujákat kidobáltuk, és a kutyáknak nem kellett külön kezelés, meggyógyultak. Vagy volt egy veszti, ami végigmentünk minden alternatív vizsgálati megkezelési lehetőségem. Nem csak ez volt a vége, amit mondtam. Vannak egyszerűbb beavatkozások, például nem érdekel, hogy mire viszket, nyomjuk el a tüneteket. Uh-huh. És akkor erre vannak kortikoszteroidok, immunmoduláns gyógyszerek, meg vannak még olyan ellenanyag injekció, ami az ellenanyag ellen készült ellenanyag, ilyen tök raffinált dolog. Nagyon. Tehát van más megoldás is, azok akkor működnek, ha alapvetően szezonális allergia. Viszket tavasszal, kapja az injekciót, egy hónapig az mondjuk 6, az alatt a környezetben úgy változik az ok, hogy már nincsen olyan túl sok allergiás oka, és akkor tünetmentes a kutya. Igen. Ez egy jó megoldás. Tehát választható így. Vagy pedig, ha nézzük a természetes megoldását, mi a fenér allergiások ezek a kutyák? Biztos választ nem tudom, de van egy véleményem meg elképzelésem erről. Szerintem túl jól megy a dolguk. Igen? Egy dögevő, ami a természetben mindig bolhás volt, férges volt, alig evett, állandóan sokat kellett gyalogolnia, a kutya nagyon jól tud gyalogolni, sokat kellett mennie ahhoz, hogy ennivalót találjon, és ezzel szemben a kutya szinte steril körülmények között él, szinte steril takarmányt eszik, csapvizet iszik, se bolha, se fertőző betegség, se férgesség. Nincs kaland. Mit csinál az immunrendszere? Uh-huh. Egy helyben topog, keresi a feladatot. És akkor végre bejön az ablakon egy pollen. Alig várja, hogy végre tudja ellene valamit termelni. Tehát, hogyha a kutyát, amikor elmegyünk nyaralni, odaadjuk a nagymamának az udvarra, uh-huh. ő nem fogja majd abajgatni, meg nem fogja a vizes táját is mosogatószerrel kimosni, hanem majd iszik együtt a tyúkokkal mondjuk a kutya. Uh-huh. Ettől nem lesz baj egy kutyának. Ennek az immunrendszernek végre van dolga. Végre a tyúkok mellett, az oll mellett, a mezőn, az immunrendszernek kap egy kicsit szakfeladatot. Már nem lesz annyi ideje a fölösleges irodamunkára, hogy kitalálja, hogy a tölgypollen ellen kell védekezni, mert a tyúkörülék az egy fontosabb veszélyforrás, a maga szalmonellájában mondjuk, kicsit túloztam most. Szóval ha a kutyát visszük magunkkal, megengedjük, hogy hagyd menjen az a természetben, majd szocializáljuk, majd nem fogja a vadakat zavarni, majd az őrülékét nem hagyjuk ott az erdőben. Tehát, hogyha szocializáljuk, de visszük magunkkal, meg visszük magunkkal nyaralásra, akkor az immunrendszer egy kicsit megoszlik. Persze. Kinyílik a szeme, sokféle dolog van a világban, nem csak az a néhány, ami a lakásban található, hogy ellenanyagot termeljen ellene. Tehát ez egy jó megoldás. Uh-huh. A táplálékkal való változtatás annyira szerintem nem jó dolog. A kutya tápcsatornája rövid, fele olyan hosszú, mint a miénk. Arányaiban, és még mi is tudjuk, hogy
nem olyan gyakran megyünk a WC-re, ha ezt teszünk, mint ha azt teszünk. Hát a kutya aztán pláne, tehát változtatgatod a kajáját, akkor aztán sokat fog menni WC-re, amit majd szedhetünk össze, meg nem mindig olyan gusztusos azt összeszedni. Hát igen. Szóval a kajáját nem változtatgatnám, hogyha allergiásnak bizonyul az a kutya, akkor a hipoallergén diétás táp az jó. Szerintem az a legjobb megoldás. És mellette pedig vigyük a kutyát magunkkal. A tünetek súlyosságától függően kell egyebet is tenni. Például a fülek azok ki tudják készíteni az embert idegileg. Uh-huh. A külső aluljára gyulladás, mint allergiás szövődmény, az szerintem a nem megoldható feladatok egyike, és ez a kutyának a bűzmirigyét kell gyakran nyomogatni, meg a kutyafülét mosogatni. Lehet, hogy ezt hozzá kell tenni a hipoallergén diétás kezeléshez, de ha ez se elég, akkor jönnek az egyéb gyógyszeres kezelések. Uh-huh. Minél többet visszük magunkkal a kutyát, annál kisebb az esélye, hogy a kutya fölösleges dolgokkal foglalja el magát. Ez egy lehetőség lenne. Tehát kaland kell a kutyának mindenképpen. A másik műsor vége felé, hogy akkor a, jól értettem a kutyának, hallottam olyat is gazdától, hát, hogy a kutyának is kell a változatos étrend például, és ezért azt teszi, amit mi kap, persze tápot is, ilyen formában, ugye vannak ezek a szaftosabb kutyakaják, meg vannak a tápok, meg mondta, hogy azt is kap, amit ők esznek, mert a változatosság kell neki, és más se, hogyha egyfélét eszik. Tehát ja, hát az embereknek a hosszú távú memóriája az szerintem az, uh-huh. az nullához tart. Gondoljunk már vissza, most ilyen jó dolgunk van, de az én gyerekkoromban hát se volt olyan változatos a kaja. Tudtuk, hogy most érik a paradicsom, most kell lenni, most érik a szőlő, most kell lenni. Nem így volt, hogy télen-nyáron szőlő, banán, narancs, persze, meg ennyiféle változatosság. Párizsi, meg a kenyér, meg a minivaj, meg a kifli. Ezek voltak a kaják. Nem volt olyan nagy változatosság. Nehogy már kitaláljuk, hogy a kutyát, ami szintén a sok ezer éve biológilag változatlan, formájában nem, igen, de biológilag változatlan, hogy annak most tudjuk majd kielégíteni az igényét. Nem, én ezt nem osztom, ezt a véleményt. Uh-huh. Amellett meg, amit mondtam az előbb, az egy nagyon lényeges szempont. Tehát, hogyha a kutyát rendhez akarom szoktatni, beletartozik az, hogy etetési idő, ürítési idő. Ezt teszi lehetővé utána a szocializás, mert különben tehát elindulunk a városba, ó, nem hoztam zacskót. Igen. Igen. Ó, most te mit adtál a kutyának, hogy most ürítés, nincs nálunk semmi. És ezzel tudunk kellemetlenséget okozni. Száraz táp akkor mindenképpen. Száraz táp, ivóvíz, jól beosztott idő. Emellett adhatunk a kutyaember kapcsolatban egy szelet uborkát, egy szelet párizsit. Odaadhatom a rántott csirkének a csontját is. Vannak a jutalomfalatok, lehet tehát kapni. Azt is. Tehát megelheti a konyhai maradékot is. Hát miért ne? Persze. De hogyha hol ezt teszi, akkor garantáltan. Hol ekkor fog üríteni, hol akkor, hol megint fog üríteni. Nem szükséges. Amellett meg a kutya sem az ízekre nem olyan érzékeny, sem a pszichéje nem igényli azt a fajta szórakozást, ami mi nagyon jó, jó dolgunkban megélünk, mert azért mondjuk 50 évvel ezelőttig bezárólag az embereknek elképzelése se lett volna Magyarországon ilyen életről, mint mai élünk, hogy mit akarsz menni. Igen. Hát eszel, amit kapsz. Igen. Most meg a kutyának mivel járjunk a kedvébe. A macskánál aztán ezt nagyon el tudjuk tolni. Ott aztán szélsőségesen el tud menni a macska kényeztetés irányába. Szerintem ott sem szükséges, de mondjuk a macska az egy ínyenc tud lenni, a kutya az nem. Az boldog akkor, hogyha a gazdája szereti, viszi sétálni, játszik vele. Ez sokkal fontosabb, mint hogy a kajával mit variálunk. Gyakran ezt próbáljuk helyrehozni azzal. Nincs időm rád, mit vegyek neked, mint egy gyereknél. Mint egy gyereknél vagy az asszonynál, igen, akit elhanyagolunk. Mit hozzak neked, csak ne kelljen veled foglalkozni. Igen. Hát a kutyát vigyük el reggel, vigyük el délben, vigyük el este, ha megtehetjük, ha nem, akkor meg egyéb módon próbáljuk meg a foglalkozást vele. Az többet ér, mint hogy mit adjunk neki enni. Így van. Gábor, köszönjük szépen neked. Köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.